Szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, rádióhallgatókat, sajtóképviselőit. A mai napon a következő bejelentést kívánjuk tenni. A mai nap átfogó vizsgálatot rendeltem el, amelynek célja Tamási Város cégének, a Tamási Innovációs Kft. Működésének teljes pénzügyi számviteli átvilágítása. A teljes átvilágítással a budapesti székhelyű Monetta Kft. Független igazságügyi szakértőirodát bízzuk meg. A polgármester úr, átadom a szót. A vizsgálatot az indokolja, hogy az ügyvezető közös megegyezésre történő távozása után a városban két dolog megesik szó. Az innovációs Kft.-hez fűződő pénzügyekről, ezzel kapcsolatban különböző számok, nevek és egyéb zuhanyhíradóban szokás dolgok hangzanak el, a másik pedig az, hogy az önkormányzat eközben nem tesz semmit. Ezzel szemben az igazság az, hogy már az átadás átvételkor is, és addig is, és azóta is az önkormányzat minden eszközével az ügyben megpróbál hitelesen eljárni. Ezt indokolja a polgármester úr lépése is, ezt tekinthetjük akár következő lépcsőnek. Az önkormányzatnak, a városvezetésnek úgy gondolom, hogy felelős döntést kell hozni, alapos mindenre kiterjedő vizsgálatot követően. Amennyiben bűncselekmény gyanúja felmerül, az önkormányzat és jómagam, mint a város polgármestere a szükséges lépéseket meg fogjuk tenni. Ígérjük azt, hogy a vizsgálat gyors, de kellően alapos lesz, a Innovációs Nonprofit Kft. Minden tevékenységére ki fog terjedni. A vizsgálat részleteiről folyamatosan tájékoztatjuk a közvéleményt, a város lakosságát. Én a magam részéről a polgármester urat és a polgármester urat annyival egészíteném ki, hogy mint a térség és Tamási országgyűlési képviselője, ha valaki ismeri, hogy hogy élek, az tudja, hogy a tisztességnek és a becsületnek azt vallom, hogy rövid és hosszú távon nincsen konkurenciája. Ezt elvárom a munkatársaimtól is és a környezetemtől is. És én nem ígérem, nem garantálom, hogyha itt bármilyen dologra fényderül, azt mindenképpen a kellő következtetéseket levonjuk. Ha viszont nem látunk problémát, akkor azt is nyilvánosságra fogjuk hozni. Köszönjük szépen! Köszönjük!